Az anya és gyermeke közti kapcsolat már a várandóság idején elkezdődik, a szülés utáni pár hónap pedig igazán meghatározó. Hogy a gyermek a későbbiekben képes legyen a kötődésre, kiemelten fontos az újszülött és a csecsemőkor. A reflektív kapcsolat hiánya azonban komoly negatív következményekkel járhat, veszélyeztetheti az érzelemszabályozást. Ez a bizalom, ami kialakul a most anya vagy elsődleges gondozó között, az azért nagyon fontos, mert meghatározza azt, hogy az egész életünkben hogyan érezzük magunkat, és hogyan gondolkodunk. Hogyha azt tapasztalja meg egy csecsemő is, egy kisgyerek, hogy a szülőt szereti, és elfogadja olyannak, amilyen, akkor az egy nagy biztonságérzetet ad neki is, és ő azt éli meg magáról, hogy ő jó és szerethető. Hogyha viszont valami miatt sérül ez a kapcsolat, és nem ez lesz az alapélménye a gyerek, csecsemőnek, kisgyereknek, az akár a későbbi életére negatív befolyással is lehet. A támogatás normális esetben örök, azonban az idő múlásával kicsit átalakul. Fontos, hogy a szülők elfogadják azt, hogy gyermekük nem igényli a felnőtté válás után, hogy beleszóljanak az életébe, hanem maga kéri. Ez teher lehet egy fiatal számára. Az elszakadást az édesanyja sokszor azzal próbálja késleltetni, hogy rendszeresen olyan helyzetet teremt, amiről tudja, hogy a gyermekét nem hagyja hidegen. Ez egy játszma, tette hozzá a pszichológus. Az anya-gyermek kapcsolat pozitivitása felnőtt korban már két emberen múlik. Hogyha a szülő is akár milyen ok miatt vagy, mert túl féltő, túl gondoskodó, túl szerető szülő, és nagyon-nagyon ragaszkodik a gyermekhez, akkor valóban ez később gátja lehet a fiatal önállósodásának, aminek egy következő mérföldköve az a serdülőkor, ott történik meg igazából már a távolodás a szülőtől, az érzelmi távolodás, az önállóságnak a kezdetei, és hát fiatal felnőtt kor az az időszak, amikor igazából tulajdonképpen teljesen különállóvá kell válniuk érzelmileg is, meg akár fizikailag is, hogy jó, hogyha elköltözik már a fiatal otthonról, és próbálgatja a szárnyait. Egy közös beszélgetés a jó kommunikáció a megoldás ebben az esetben. Mindkét félnek el kell mondani, amit szeretne, mire van szüksége. Ez azonban semmiképpen sem az anya-gyermek kapcsolat megszakítását vagy megromlását jelenti. A kapcsolat változását, a gyermek felnőtté válását és önállósodását bármilyen nehéz is el kell fogadni, javasolja a szakember.